mert azt mertem állítani a Hajdú Bétügy kapcsán egy vidéki városi televízióban, hogy Bajnai Gordon nem, szó szerint idézem saját magamat, Bajnai Gordon nem egy kedves pislogó balfácán, hanem emberek haláláért felel. Céloztam ezzel az arra, hogy a Hajdú Bét károsultjai közt nem egy kistermelő öngyilkos lett, minek utána a Hajdú Bét, illetve a Wallis, melynek ő akkor vezérigazgatója volt, nem fizetett ki körülbelül 500 károsultat. Nagyon kell vigyázni, mit mond az ember, ugyanis Bajnai Gordon tagadja, hogy okozati összefüggés lenne az ő vezérigazgatói attitűdje, magatartása és tevékenysége, valamint azok között, a ki nem fizetett károsultak között, azoknak az öngyilkosságok között, akik belehaltak ebbe a történetbe. Ő ezt az okokozati összefüggést tagadja. Míg többek közt, ha megkérdezzük a károsultakat, vagy Demeter Évát, aki a károsultak képviselője, igenis fönnáll szerintük ez az okokozati összefüggés. Bajnai Gordonék ugye az elhíresült mondása, amelyet többször tagadott is, de elhíresült mondása szerint azt mondta, hogy ők nem értettek hozzá. Ami annyit jelent, hogy végül is hanyagok voltak, nem értettek hozzá, tönkrementek, zakson, néhányan öngyilkosok tettek, bocsánat, nem tehetünk róla. Ugye a kérdés az, hogy mi lett a libákkal. Most elrepültek az északi sarkra, nem értettek hozzá, tehát nem jól kezelték, vagy pedig eladták. Azt tagadják, hogy nem adták el, mert nem volt piaca. Ha tényleg nem volt piaca, akkor miért nem adták vissza azoknak, akiktől vették? Nem értem. Tehát még egyszerű józan paraszti észre sincs a logika lezárva. Vagy ha pénzt kaptak ért, akkor hol a pénz? Tehát erre kellene válaszolni. Volt még egy érdekes momentum, amit Karsi József mondott, hogy Veres János pénzügyminiszternél is lobbizott azért, hogy legalább az áfát, amit befizettek ezek az emberek, legalább azt adják vissza. Azoknak, akik elveszítették, akik leadták a libákat, kötelező volt az áfát befizetni. Ez is egy vérlázító igazságtalanság egyébként, és ebben mentek tönkre, meg abból, hogy hitelt vettek föl, hogy libákat tenyésztettek. Ha templomokat, hogy harangozzanak, ezt kifizették az árát fél órán keresztül, és utólag derült ki, hogy Bajnai ott volt a városban, és a gazdák megjelentek libákkal, és a libákon fekete szalag volt. Azt gondolom, hogy az alföldi emberek borzasztóan fel vannak háborodva.